It's okay. I'm a long way from home, but I believe home is where we put our heart and our soul. So I put my heart and soul right here in Pox. You put your heart and soul with me, yeah? When I said to them, we've got the chance to go to a great festival in Pash, and they went, oh, fantastic, that's great. I said, even more good news, it's food festival as well. And they went, even better. And I said, and wine and drink. And they were already packing their bags. Box vagy Amerika? Box. Olyan emberek zenélnek, akik saját kezűleg, még saját két kézzel gitároznak, énekelnek a saját hangjukon, szájharmonika dobolnak, stb. Ez az egy olyan blues fesztivál van, ami a mi fiatalkorunkat idézi, és nem nosztalgia. Ha valakinek kétel lenne azzal kapcsolatban, hogy van béke a földön, az jöjjön el ide Paksra, mert itt van béke. Ez a béke. Az alig pár éve üzemelő atomerőmű árnyékában megszületett egy másik intézmény is, amit Pakssal lehet összekapcsolni. Ez pedig a Gastroblues Fesztivál. A neve is pontosan jelezte, itt a minőségi, elsősorban blues zenével, finom ételek és italok párosultak, Magyarországon elsőként. Akkor főként csak hazai zenészek léptek fel. Köztük Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, Török Ádám, Závodi János, a Besenyő Brass együttes és első külföldi zenekarként a Jam in the Blues Svájcból, akik többségükben azóta is visszajáró vendégek. A Dunaparton halászlevek rogyogtak a bogácsokban, és borbarátok hozták a finom nevét. A rendezvény szülőatya és máig motorja Gárdai György, aki 1993. júliusában az Erzsébet szállóban és az előtte lévő Szent István téren indította útjára párjátékító fesztiválját. Év egy emberöltő. Az emberöltő az az idő, amely alatt az egy időben született gyerekek felnőnek, és maguk is szülőkorba lépnek. Hazánk legrégebben folyamatosan megrendezésre kerülő blues fesztiválján a jelentős jubileum alkalmával elsősorban a közönség kívánságait vették figyelembe a szervezők, így a külföldi fellépők közül öt kedvelt régi gitáros ismerősünk örömmel vállalt a fellépést a jubileumi fesztiválon. Az égi zenekar gyarakító ír Gary Moore öccse Cliff Moore mindkét formációjával, a Bendel és a Saffron Monkey-val, valamint a holland Julian Sass megújuló formációjával érkezik. A belgrádi Texas Flood a gitáros Nenad Zlatanov öccsel már ugyancsak járt a fesztiválunkon. 20 év után tér vissza a Gastroblues Fesztivál színpadára a belgrádi születésű gitáros énekesnő Anna Popovic, aki 1998 óta előtt Hollandiába, majd az Egyesült Államokba tette székhelyét. Anna az elmúlt másfél évtizedben több díjat nyert, számtalan esetben jelölték Blues Awards kategóriákban. 2003-ban ő volt az első európai, aki ilyen jelölést kapott a blues hazájában. A Popovicssal azonos évjáratú finn Erja Littinen gitáros énekesnő 2008-ban járt fesztiválunkon, és brüsszeli találkozásunkkor a Blues Market standnál örömmel fogadta meghívásunkat. Az idei fesztivál immár hagyományosan a hét elején kezdődő klubkoncertekkel indult, de a sportcsarnok csak úgy, mint öt éve, csütörtökön megnyitja kapuit az ismerős arcok a Nemzeti Rock egyik élcsapata előtt. Ugyanekkor lép fel a brilliance technikájú gitáros Szekeres Tamás barátaival, akik elsősorban az Omega Session zenészei közül kerülnek ki. A pénteki napon a Deák Bill Blues Band is színpadra lép. Az európai progresszív rock legismertebb képviselői, Keith Emerson vagy a szlovák kollégium muzikum korábban felléptek a Gastroblues Fesztiválon. Ez a sor folytatódik a lengyel SBV meghívásával. Szombaton a Varga János projekt lép fel. Török Ádám és Pap Gyula Bartókon rock produkciója mutatkozik be a Mini Akusztik és a Kézdin utca vezette női vonos négyesre. A vasárnapi főzőverseny és a párhuzamos koncertek, ahol többek mellett fellép a Kormorán, a Tűzkerék XT vagy a Cliff Moore Band,
csak úgy, mint a korábbi években, idén is ingyenesen látogathatok az Eszi Sportcsarnok szabad terén. Az ételek mellé ital is dukál, ott lesznek a paksi, a hazai és a szomszédos országok borászai is. From Serbia, yeah. From Serbia, I grew up in Belgrade. I was playing Paks 22 years ago for the first time with my band Hush. Just from Belgrade. That's right. Before I moved to Holland and before I moved to the States, and now I'm living in Los Angeles, and it's great to be back. I started with the band Hush here, and we had one CD, and once the CD was out and we played already all the places around Serbia, including Paks, I thought it was time to move on and see what's there in Western Europe, and then I moved to Amsterdam. I studied jazz and world music, and then I formed my own band, Anna Popovic Band, and there was a demand. We had a lot of shows in Europe. And then my record was nominated in America as the first continental European artist ever in the history before that. And I thought that was a great reason for me to try America, because if not now, then when? I'm really like a citizen of the world. I see myself like that. I don't say that America's the best. I think I love Amsterdam. That's my second home. I love Belgrade. That's my first home. Yeah. And Los Angeles, of course, and everything that America gives. And luckily for my work, I get to spend time in all of the cities every year. I come back and visit these places and Not at all. I decided I'm gonna go. Well, first I was never interested really in the Balkan music. You know, I never listened to Balkan music. I always listened to blues. Yeah. Ever since I was 2-3 years old. And there are musicians that go out and tour Europe and play that Balkan card, you know. Yeah. Nobody else does it better than the Balkan people. So let me just put in a little Balkan thing here. No, I wanted to go there and play American music on the American standards, and not, you know, I still am different because I'm a different artist. I'm not American. I'm Eastern European, but I don't play the Eastern European card. I don't play the Balkan card. I play American blues, and I play differently than they do. And I think that maybe that's the reason. And I never wanted to copy them. So I want to be me. I want to be Anna Popovic. But at the same time, Anna Popovic grew up on soul and Stax music, and you know, Albert King and Albert Collins and B.B. King and Stevie Ray Vaughan. So I listened to that ever since I was little girl, so I was deep into that music, and whatever I bring is my own version of the American blues. Baby, I know you came. Fantastic! I can't recognize anything. It looks wonderful. Well, last time we came by night, and we were late, and we were lost, I think, because 22 years ago there was no iPhones and no, you know, GPS and stuff. So I remember being very stressed out if we're gonna make it. But I do remember a fantastic response from this audience. So I'm so happy to be back. A lot of concerts. First, I think we play in 70s together with Lokomotiv GT and with Omega, with General, with Scorpio. It's a lot of Hungarian bands this time. And at first we play together in Poland tour, and then invite the band to Hungarian tour. It was fantastic. SBB is a young power. I'm still young, okay. In this case, and only one band were playing bass guitar. Some songs are for me, the time which was very lucky and very happy. The most important is also that this band play in the same personality. So it's Greek, now Jerzy is American since
some time to go. I am also sentimental, and also I am romantic, and I think now and since 30 years, more than 30, I have a family. So I'm different, you know. I have a lovely wife and daughters, and the big family. I mean, it's growing and growing, and I changed a little bit in my mind. You know, it's not only to be on the road, to be on the stage, to be in show business. You know, we are now a little bit more in Decalogue. Decalogue, you know what I mean. So you have to go some right way more. It's not like pure freedom that where you can do it everything for nothing. Better is have a little bit Decalogue, and then you have a right way to go somewhere, because nobody knows where you go. Yes, I heard about this. That's why I'm here. Because yesterday when we talked, I asked for what it is. And they told me this, what you said. And I say, okay, I can play. Because a lot of people are somewhere, you know, and they miss sometimes this own life, or they're pure, or they're in some troubles, or I don't know, because I am a man, I have to be open for this. When I get talent, so I can put this talent to the people also, not only for commercial. I have to say, it's my third time here, and I have to say this is one of the best organized festivals I've ever been. It's always a pleasure and a privilege to be here, and I have to say all good things to the organizers. It's beautiful, everything is great, and I think it's very important in this part of the world to have this kind of festival that is also a crossover between blues and jazz and rock. So I'm also very privileged to be here today and to participate in this kind of humanitarian thing here in the church. I played also in the church in 2010 here in Gastro Blues Festival with my friend Little G and Billy Gibson. Oh, yeah. Hungarian. Yeah, yeah. And I have to say I'm very honored to be here today. I think it's the great thing for blues and for all the world to have this kind of thing here. Yes, I'm going to be playing the short acoustic set. I'm going to be playing my acoustic guitar, and it's going to be crossover between John Hammond and Eric Burden and Leonard Cohen and some of my songs. It's going to be a little bit more intimate concert than tonight. Tonight's going to be full power, full blast on a big stage. We are traveling a lot around Europe and also around the world, but I have to say, not only because this is my third time here, but also because this is one of the best festivals I've ever been, because it's got a big tradition, and all the important things about the festival are covered here by the organizers, by the promoters, by the backline guys, but sound man, the hotels, everything is wonderful. It's important to say it could be happened. The organizers from here show to the rest part of the Europe it's possible. I have to say this is
This is important festival for me, as it not only in Norway and Glastonbury in England. For me, this is one of the most important places. Huszonhárom éve van itt a Gastro Plus Fesztivál, tehát az Eszinek a sportcsarnokában, majd később pedig már az udvar részében is, ugye itt a főzőverseny az gyakorlatilag a sportpálya körül helyezkednek el a főzőegységek, és gyakorlatilag több mint 40 csapat, aki leadta a mai napon is a legjobb tudása szerint elkészített ebédet. Volt ebben harcsa, volt ebben vadpörkölt, volt ebben gulyás, volt ebben sütemény. A legfontosabb az, hogy nagyon jó hangulat van, látom, hogy nagyon jól érzik magukat itt évről évre az emberek. Egymást kínálgatják, kóstolgatják, és az, hogy most hogy sikerül éppen az étel, ezt gondolom attól is függ, hogy éppen a társaság az erősítést azt mikor kezdi el, már pálinkára gondolok és borra természetesen. Az én szülői házam az innen, itt van, és ahol a szüleim is élnek, az itt van körülbelül 30 méterre az Eszitől, és gyakorlatilag a szüleim is 23 éve ezzel élnek, édesapám az részt vesz ma is itt a főzőversenyen, és jól érzi magát. Én is belenőttem ebbe a Gastro Plus Fesztiválba, gyakorlatilag fiatal korom óta van a fesztivál. Én kevésbé veszek részt magán magukban a koncerteken, de magát az eseményt éppen azért, mert egyrészt a városnak is és az atomerőműnek is a jó hírét viszi az országban, és lehet mondani, hogy gyakorlatilag már a világban. Ezért mindig is pozitívan álltam hozzá és támogattam. Korábban, mint az atomerőműnek a kommunikációs igazgatója, több éven keresztül intéztem az atomerőmű és a Gárda Gyuriékkal a szponzorálási szerződést, tehát hogy az atomerőmű is ez nyíltan felvállalta ennek a fesztiválnak a támogatását. És mióta pedig kuratórium elnök vagyok itt az Esziben, azóta is mindig sikerült kompromisszumot kötnünk ahhoz, hogy a fesztivál a zavartalan tudjon működni, és a feltételeket tudjuk biztosítani a zenekaroknak és az ide látogatóknak egyaránt. Jártam már egy-egy napra itt, de így, hogy csütörtöktől vasárnapig itt, most vagyok először, és most veszem fel a ritmusát, mert ugye az éjszakai jamboreeknek van a legjobb hangulata, és tegnap az éjszakai koncert után valamelyik utcasarkon ilyen spontán dobolás volt, és hát csodálatos volt ugye az örömzenélésnek ez a lényege. És azt látom az embereken, hogy mindenki jókedvű, mindenki mosolyog, tudják szeretni egymást, úgyhogy ezt ki lehetne vetíteni az egész országra, vagy a Kárpát-medencére. Nagyon különleges volt a tegnapi nap, mert volt egy gyönyörű evangélikus templombéli koncert, aminek a lelkisége volt különleges. Minden művész olyan jellegű zenét hozott, az SBB zenészéről nem is beszélve, akiért azt hiszem, hogy 40 éve rajongok, vagy 50, olyan jellegű zenét hozott, ami nagyon, nagyon lélekemelő volt. És ugyanazok a zenészek este, 11-kor, pedig a legdinamikusabb, legmarkánsabb zenébe adták elő azt a virtuózitást, amit tudnak. Tehát Anna is ugye ott visszafogott volt, és nagyon-nagyon lélekemelő, itt viszont keményen, akkor a szólókat játszott, hogy nem is tudom, hogy egy ilyen csodálatos kis vékony hölgyből, hogy jön ki ennyi energia. Nagyon-nagyon érdekes volt, és hát nagyon minőségi. Úgyhogy örülök, hogy itt vagyok, és most azon gondolkodom, hogy hogy lehetne egy kicsit Esztergomba elvinni mindezt, majd kitalálom a módját. Van még 25 évem. Hallottam róla, és azt gondolom, hogy jó ötlet volt, hogy megpróbálom, és egy tisztességes, korrekt, mindenféle szélsőségtől mentes nagyszerű fesztivált ismertem meg, és úgy gondoltam, hogy évről évre visszajárok. Nem csak a nyári fesztiválra, hanem a lemezbemutató decemberi záró rendezvényre is. Soha nem gondoltuk volna, hogy amit a rádióban, mondjuk a Csak Fiataloknak műsorban megismertünk, zenészeket és számokat, azt itt kézzelfogható módon Pakson személyesen is átélhetjük. Tehát a korábbi időszak bálványai
egymás után sorakoznak fel a fesztivál mellé, és nagyszerű dolog az, hogy itt lehetünk, láthatjuk őket, és talán még személyes kontaktusba is kerülhetünk velük. Nagyon nagy dolog. Nem csak a külföldiekre gondolok, hanem a hazaiakra is természetesen. Paks egy nagyszerű dolmenti város, Paks a borairól is híres, szexár történelmi borvidék, úgyhogy Gárdai Gyuri barátom azt találta mondani, hogy a legjobb zenesen élvezhető száraz torokkal, korbogyomorral, ezek a dolgok feltételezik egymást. A főzőverseny zsűriének voltam a tagja, és mérlegre tettük, hogy mit produkálnak az itt főzők. Presztízse van a fesztivál főzőversenyek, és nem elfelejtve azért, hogy jótékonysági célokat szolgál. Visk Kárpátalja jobb oda támogatása, és nagyon-nagyon jó érzés, akár zsűritagként, akár pedig gondolva versenyzőként részt venni ebben a dologban. Teszünk valamit. 1999-ben nyitottunk egy Rév Magyar Kultúra Háza nevű intézményt, ami azóta is üzemel, ami két részre osztódik. Az egyik része egy étterem, a másik része egy előadóterem, ahol egy 100-120 ember tudunk leültetni, hogyha valamilyen színházi előadás van, vagy valamilyen ülős koncert. Egy felvidéki borász, a Botfrigyes ismerősömön keresztül jöttünk el egyszer ide főzni a versenyben. Akkor főztünk egy kékfrankos rozéval készült körözöttet, és aztán nagyon jó kapcsolatok születtek, itt jókat beszélgettünk. Megnyíltunk esténként, amikor már pár pohár bor után könnyebb beszélni. És azóta ez ilyen folyamat tulajdonképpen. Tehát ugyanúgy Paksról járnak le hozzánk Komáromba, vagy ha valami koncert van például Budapesten, Bécsbe vagy Pozsonyba, akkor általában én is belépek abba a csapatba, aki ezt a koncertot megnézi, meghallgatja. Én és a Gárdai Gyuri kapcsolata által most egy borászt tudtunk hozni ide Paksra, aki szerintem már tavaly is itt volt. Azelőtt Mátyás Bandiék voltak Kisújfaluról, ami a kürti borvidék része, tehát a bor, a gasztronómia és a kultúra, ez a hármas, amiben próbálunk mozogni. Ennyi év után nehéz kiragadni itt a Paksi Fesztivál kapcsán egy jelzőt vagy egy gondolatot, de talán ez az emberi vonulat számomra is, meg úgy érzem, hogy a szervezőknek, konkrétan a Gárdai Gyurkának meg a családnak ez egy kiemelt fontos téma, hogy az ember. És nyilván hát nem vagyunk egyformák, ugye rengeteg igen, megfordultunk termelők itt az úgynevezett borbarát találkozón, sőt nehéz lenne felsorolni azokat, akik, ha lehet ilyen mondani, az ismertebb vagy a jobb termelők közül, aki nem fordult meg Pakson. Beszélgettünk róla, hogy milyen stílusúnak kell lenni, konkrétan milyen fajtákból. Most azt mondhatnám szomorkásra, hogy én, mint balatoni fehérbor termelő, tudomásul vettem, hogy a vörösbor van megcélozva. Nekem ugye ez nehézséget is okozott, mert nekünk alig van vörösborunk, de végülis egy kékfrankost választotta ki a közösség többször előkészületek után. És borászati szempontból a gazdája Takler Andris volt ennek a produkciónak. Ő volt úgymond a pincemestere. Ő felelt végül is azért. Azért ezt tessék elképzelni, ez nem egy egyszerű dolog, hogy gyakorlatilag a Kárpát-medence minden égtájából termelők beadnak a közösbe egy mintát. És hát nyilván azért a szakmai szabályoknak meg kell felelni, és ők is palackozták le. Egy azt gondolom, egy nagyon szép módja, eszköze ennek a 25 éves jubileumnak, ennek a gondolatnak, hogy mit is jelent Paks többek közt, és sok minden. Ahogy talán mondtam is, itt eszébe juthat az embernek, de az egyik ez az összefogás. Tudunk egymásra figyelni, mi termelők is, és meg tudunk csinálni egy bort, ami ugye egy emléke lesz addig, amíg el nem fogy. A Gastrobusz Fesztivál az egy ilyen összemosó kifejezés, de azért
én meg gondolom, akik itt vannak, éles különbséget éreznek és tudnak tenni az eszi csarnok és a templom között. Mind a kettőben a zene az hasonló, vagy ugyanaz, de azért a dolognak, ahogy is mondjam, a bukéja, a lelke, a megjelenése azért nem egészen. Akárhogy is van, ez egy templom. Ez a templom, és ebben a templomban szólal meg az a zene, ami Luther ugye azt mondta, hogy megvidámítja az embert, és kiűzi az ördögöt. Elűzi a gőgöt és az erkölcstelenséget. Én mindenképpen itt meg kell említeni azt, hogy most idézőjelben mondom a kifejezést, a viskiségi lelkület, az alapvetően Gárdai György barátunknak a személyiségéből, életszemléletéből, talán hazafiságából következik. Isten igazából ő rajta keresztül jött a templomba az, hogy a viskélyeket meg kell segíteni. Hála Istennek kialakult itt a paksiakban is az, hogy a templomi koncertek azok egyértelműen a viskélyek megsegítésére irányulnak, és ebben a fesztivál megtalálta Jenei Károly református lelkész személyében azt a férfit, aki méltó partnere tud lenni a viskélyek részéről ennek a templomi koncertnek. Jobb érzés nekem valahogy, hogy Paks már volt, már a barátság, az ismeretség meg volt, és erre fűződött fel az óvoda dolga. Hamarabb voltam Pakson már fesztiválon. Hány évvel kezdtétek az óvoda dolgát fűzni? Hát 2010-ben kaptuk meg, úgyhogy alig kell rajta valamit, és aztán elkezdődött rajta a munka, és hát mindegy, rossz épület az ember hozzányúl, akár családi ház, akár bármi más, ahogy szokták mondani, a csontvázak csendesen jöttek elő a szekrényből. 10-ben kaptuk meg, 11-ben engedélyeztettük, és akkor 11-nek a második felébe tudtuk a munkát elkezdeni. Körülbelül Paks és a fesztivál ennek az egész építkezésnek, felújításnak legalább a 30%-át hozzátette. Legalább. A legnagyobb részt a magyar állam, a Bethlen Gábor alapon keresztül a legnagyobb szeretet azt ő vállalta magára, és a következő hoz a sorba rögtön Paks városa és a fesztivál. Kézdivásárhely, ugye testvérváros, akkor testvérvárosi képviselőként is vagyok, meg, de ez a mellékes, bár először mondtam, a fő a zene iránti szeretet. A Paksi fesztivált nagyon rég ismerem, nagyon rég gyűjtöm az anyagot. A hamisítványokat a Gárdai Gyuri alá is írta, az most értékesebb, mint az igazi, a másolatokat, de ez a baráti hangulat, az, hogy már mindjárt elmondhatom, hogy Pakson több barátom van, vagy ismerősöm, mint otthon, szóval meg az, ahogy sokat lehetne erről beszélni. Nem akartam felvenni a magyar állampolgárságot sohasem, mert azt mondták, hogy leszavazták, akkor azt mondtam, hogy akkor ingyen se kell. Végül is ez a Paksi kapcsolat, a Gyuri győzött meg azzal, hogy a lemezbemutatója a fesztiválnak mindig december 5, na meg minden, és akkor az egész családommal itt tettük le Pakson az állampolgársági esküt, külön rendezvényt szerveztek. Ez a csodálatos volt. Nagy örömmel szeretve jöttem. Amikor ide bejöttem, láttam, hogy micsoda jó hangulat van, jó légkör van. Rengetegen megismertek, főleg a korombeliek, ugye a futballhoz tudja, hogy van, azt mindenki szereti, mindenki ért, a Magyarországon különösen, tudja. És mindjárt elbeszélgettünk itt az régi szép időkről, úgyhogy nagyon jó volt, és ez az egész dolog, ahogy itt meg van szervezve, ez egy szenzációs itt Pakson, és hát ugye a futballcsapat se rossz. Milyen jó a szervezés, hogy ez a három csapat mindegyik dobogon volt, ugye? Van dobog, első, második, harmadik, mert csak három csapat indult. Ilyen jó a szervezés, milyen okosat csináltak, tehát mindenki sikeres.